Fontosnak tartom, hogy jelenleg a vírus által jelentősen behatárolt életünkben megosszak pár gondolatot az egészséges életmód fontosságáról. Ezért választottam ezt a témát a Hét Gondolata című műsorban. Amióta az iskolákban távoktatás van, mi testnevelők folyamatosan küzdünk, hogy hogyan is vegyük rá a diákokat a rendszeres otthoni mozgásra, egészséges életvitelre. A testnevelés órák eddig arról szóltak, hogy fel kell kelni az iskolapadból, mozogni, levezetni a feszültséget, sokat nevetni és élvezni a játék örömét. Most mégis többnyire elméleti oktatásra kényszerülünk, és az előzőek sajnos háttérbe szorulnak. Ez az időszak szinte ellenőrizhetetlen számunkra, ezért csak remélni tudjuk, hogy tanulóinkban megvan a belső motiváció és igényesség, hogy odafigyeljenek a saját egészségükre. Szomorú, de alig látni a tévében, médiában az egészséges táplálkozásról, ételről és vízről, életmódváltásról, pozitív gondolkodásról, testmozgásról és általánosságban a jó közérzetről szóló reklámfilmet. Az edzőtermek zárva vannak, maszkban lélegzünk, házakban vagyunk zárva, a médiában pedig csak a betegségekről és a halálról beszélnek. Pont ellenkezőleg, mint amire egy egészséges szervezetnek szüksége van. A hipoandria és az abszolút pánik korszakában a megoldás az elme saját nevelése, a fizikai, mentális jólét megőrzése, és a betegségek megelőzése lenne. Ez már rengeteg segítség elérhető a világhálón is. Legyen ez a mai üzenet egy reklámfilm, egy ajánló, amivel az egészséged megőrzése céljából mind a tested, mind az elméd fejlesztheted. Arra biztatlak, hogy ne a problémával küzd, hanem foglalkozz inkább a megoldással. Én tehát az egészség mellett kampányolok, szóljon ez akár a rendszeres testmozgásról, az egészséges táplálkozásról, pozitív gondolkodásról, megfelelő életritmus kialakításáról, vagy lelki egyensúlyról. Összegezve tehát az egészséges életmód szerintem menő, úgyhogy mindenkinek hajrá!